Sziasztok, Star Wars zsajongók! Üdv újra itt az Akadémián! Kaptunk egy új jelenetsort a filmből, de nem is akármilyet, de jó ég! A forrása hivatalos, ugyanis maga a Star Wars osztotta meg a saját hitelesített Instagram oldalán. Megmutatom itt nektek az egész előzetest, vagy teasert, vagy spotot, vagy hívjátok, hogy akarjátok, aztán pedig kielemezzük, amit lehet belőle. Egy biztos, ez az anyag jó néhány korábbi, a csatornámra felkerült teória bizonyos részleteinek a megerősítése. Ja, spoilerek is lesznek, lehet. Na, csapassuk! Egy sejtelmes zenével csap fel az elején az egész spot, ahol láthatjuk, ahogy egy táj kilép a hiperűrből és megközelít egy viszonylag élettelennek tűnő bolygót. Szerintem ez a hajó egy a Kylo Ren által használt TIE Silencer változat lehet, mely a TIE Whisperer vagy TIE Whisperer nevet viseli. A bolygó, ami felé pedig halad, szerintem a későbbi képkockák tudatában vagy a Malakor lehet, vagy esetleg a Moraband, de utóbbi sokatok számára inkább Korribánként lehet ismert. Mivel mind a két bolygó egészen a galaxis egyik másik végében helyezkedik el, nem az ismeretlen régiók peremén, ahonnan ugye a Starkiller bázis is származtatható, ami ugye az Illum, így jelen pillanatban ezek tényleg csak tippek. A felszínen aztán valamilyen fejjel lefelé álló piramis talpra emlékeztető, vagy valamilyen négyzetes, de feltehetőleg mesterséges objektumot közelít meg a hajó. Jól kivehető a forma, ugye szögletes, és a világítás, ami belül van, vagy a fények, amik rajta vannak, ugye vízszintesen, függőlegesen. Tehát látszódik, hogy ez egy mesterséges objektum. A jelenet közben folyamatosan villámlik mindenhol, és a zene. És hú, kezd elég komor lenni. Valamiféle suttogás hangját lehet hallani, ami nem érthető szöveg számomra. Valamit mond valaki, vagy valami, de nem érthető. Őszinte leszek, a legtöbb, amit kihallottam belőle, az az volt, hogy Sasuke. De hát talán ez itt most jelentéktelen. Akárhogy is, az ismeretlen hangot követően Kylo látható, miután a kamera lassan a talajról felemelkedik rá. Majd pedig a korábbi előzetesekben már látott fénykard aktiválás és besétálás egy megint csak ismeretlen objektum alá, ami szerintem ugye az előbb látott épület lehet egyértelműen. Az egész olyan szürreális, mintha egy nagy fagyott masszív darab lenne, mint konkrétan, mintha megfagyott volna az ég, csak ugye az nem szögletes, és folyamatosan villámok cikáznak körülötte, benne, alatta, mindenhol, és ezek miatt úgy hat, mintha az egész egy végtelen mély barlang lenne, vagy mintha ez az egész épület lebegne. Elképzelhető, hogy ha ez nem is a Malakor, akkor valami ahhoz nagyon hasonló ősi templom, vagy talán egy a malakori szuperfegyverhez nagyon hasonló pusztító erejű létesítmény? Óriási kérdőjellel. Nem tudom, de itt tényleg bármi lehetséges, viszont az biztos, hogy Kylo Ren oda megy valamilyen oknál fogva, tehát meg fogjuk tudni a filmből, hogy ez pontosan mire való az a létesítmény, vagy ha nem is mondják el nagyon, de utólag úgy is kiderül. Akárhogy is, a következő képsorok előtt halljuk Sidious hangját. At last, vagyis végre. Majd pedig Kylo Ren látható, ahogy egy lifttel leereszkedik a mélybe. A háttérben óriási szobrok vannak, melyek csuklyás alakokat ábrázolnak.
Lehet, hogy ez valami ősi Sith templom, esetleg Jediké, vagy talán valami sokkal régebbi az erőt használó szervezet fennmaradt nyomai. Majd pedig megint a hang. Fiam. Hú, srácok! Közben... Ja, tarkon rúg a zene. Olyan ez, mint a The Emperor Team, csak néhány extra hang is van benne, és hú, nagyon jó. A zene miatt már ez az előzetes, vagy spot, vagy hívjátok, aminek akarjátok, egy ilyen túlvilági élmény, nem tudom elmondani, nagyon örültem nekem, amikor megláttam. Akárhogy is, Kylo az óriási szobrok közt sétál, melyek tényleg a régi Jedi és Sith templomokban látottakra emlékeztethetnek minket. Lehet, hogy nem véletlenül, hogy ezt már egyszer mondtam, ne ismételjük önmagunkat. Viszont, eközben Kylo a fénykardját aktívan tartja folyamatosan, mely még mindig töredezett és instabil állapotú. És ugye így sétál végig a szobrok közt. Majd pedig egy hang, Sidious hangja. Én voltam, minden hang. Majd pedig Snoke hangja, amit valaha hallottál. Majd pedig Vader hangja a fejedben. Na jó, Jesus! Oké, srácok. Emlékeztek, hány teóriát kiveséztünk? Arra emlékeztek, amikor arról volt szó, hogy Sidious irányított mindent a háttérből? Az, hogy ő manipulálta Snoke legfőbb vezért valamilyen módon? Gyűrű. Arra, hogy azt mondtuk, hogy Vader maszkján keresztül beszélt Kylo Renhez, mármint Sidious. Emlékeztek, igaz? Nos, ez így eléggé bizonyosnak tűnik már, mivel sem Snoke, sem Vader nem beszélhet Kylo Renhez ebben a filmben, mert mind a kettő halott. Illetve ne szaladjunk csukott szemmel az aknamezőn, és feltételezzük, hogy lehet ezt cáfolni is. Hogy hogyan? Elképzelhető, de csak elképzelhető, hogy ez egy hasonló látomás része, mint amit a klónok háborúja során Yoda nagymester is tapasztalt a Morabandon, amikor ugye meglátogatta a Sith-ek ősi világát. Persze a cáfolásom ki is ütöm azonnal, ugyanis ahogy Kylo Ren sétál, a háttérben lehet látni egy Vader nyomáskamrájához kicsit hasonlító, bár más formájú talán bakta tankot. Azért gondolnék bakta tartályra, vagy valami hasonlóra, mert lehet látni, hogy olyan, mintha valamilyen buborékok is lennének benne, tehát a tartalma valamilyen folyadéknak látszik. Elképzelhető, hogy a császár már annyira öreg és sérült helyben szokta eltölteni az idejét, amikor úgy van. Viszont ezt követően megkapjuk a már korábban látott fénykardos beállást Kylo Rentől. Tudjátok, amikor előre húzza a fénykardját, és aztán a háttérben a szenátus kacaját. Öregem, a hangok és Sidious nálam viszik a sót, de rendesen. Bár most ezekben a sorokban így Kylo, ahogy megy, ahogy ott van, a fények, stb. Jóval komolyabb karakternek látszik. Viszont ennyi, amiről tudtam nektek most beszélni, tehát a lényegi részén túl is vagyunk. Ezt követően a korábban látott TV-spot részletek más sorrendben vannak összevágva, és vége. Nos, srácok! Én nem is nagyon szaporítanám a szót, még szeretnék a premier előtt elkészülni egy hosszabb videóval, ami spoiler veszély. A Skywalkerek eddigi története lesz, kicsit részletesebben belemenve a körülményekbe is. Ennek azért érzem szükségét, mert a film előtt lehet sokatoknak jól esik majd egy pici emlékfrissítés. Bár én újra néztem nemrég mind a 10 filmet, de lehet más nem akar 3 délután a tévé előtt tölteni. Akárhogy is, szerintem eddig ez a legdurvább előzetes, amit most kielemeztünk. Te mit gondolsz? Én úgy érzem, hogy a hype már olyan méreteket öltött, hogy ennél erősebb nem lehet. Viszont szerencsére nem kell időgép, mert már alig egy hét és a moziban nézhetjük a filmet. Várom a véleményeteket a komment szekcióban, valamint ezer hálám a lájkok és feliratkozások végett. Köszönöm a támogatást a Patreonoknak és persze mindenki másnak is a figyelmet. Az erő segítsen át minket ezen a néhány napon, mint mindig. Sziasztok!